Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! A Látók szóljatok című előadás sorozatunkban ma a 11. előadáshoz érkeztünk, és az a feladatom, hogy a Bibliának egyik legnagyobb prófétáját idézzem meg önök előtt. Ez Illés volt. Illés az időszámításunk előtti 9. század első felében lépett fel, és mielőtt rátérnék arra, hogy mit is mondott és mit is tett ez a látó ember, szeretném röviden vázolni a történelmi hátteret. Salamon király halálával az ország ketté osztott. Az északi törzsek, mint egy 10 törzs Jeroboámot választotta királyul, a déli 2 törzs Júda és Benyámin pedig Roboámot. Mi volt ennek a kettéosztásnak az oka? Az, hogy mikor Salamon lehunyta a szemét, az izraelita törzsek követséget menesztettek fiához, Roboámhoz, és kérték, hogy csökkentse az adókat. Salamon ugyanis költséges építkezéseivel, a hadsereg felfejlesztésével, a nagyon költséges udvartartásával nagyon nyomorult, nagyon ínséges helyzetbe sodorta a népét. Természetes volt ez a kérés, hogy csökkentse az adókat, és először Roboám, mintha hajlott volna is erre a dologra, legalábbis az idős tanácsadói ezt tanácsolták neki, de aztán jöttek az ifjak, és Roboám azt a választ adta, hogy az ő hüvelyk ujja, az ő kis ujja, az nagyobb, mint a Salamonnak, az apjának a dereka, és hogyha a Salamon ostorral fékezte a zsidó népet, akkor ő majd skorpiókkal fogja ostorozni őket. Szóval egy durva pökhendi választ adott a nép kérésére, és tetézte még azzal is a dolgot, hogy adófelügyelőt küldött ki, hogy mennél gyorsabban pénzhez jusson az államkassa. Ennek lett aztán meg az az eredménye, hogy az ország ketté osztott, és elkezdődött egy nagyon viszontagságos 6-7 évtized Izrael népe történetében, amikor a gazdasági válság is egyre mélyült, a társadalmi szétszakadozottság is egyre nagyobb lett, és ahogy eljött az az időszak, amelyben Illés fellépett, immáron erkölcsi és vallási problémák is tornyosultak a zsidó nép előtt. A 9. század első felében, amelyben vagyunk, éppen Akháb ül a királyi trónon, Salamon egyik utódja, az északi országrésznek az egyik vezetője, aki házasságot köt Jézabellal, egy főníciai királylánnyal, aki behozza az idegen vallási kultuszokat a zsidók földjére. 450 Baál papot, 400 Asera papot telepít az országba, és ezeket ingyen éteti a király asztaláról. Ebben a történelmi helyzetben, még egyszer mondom önöknek, amikor a gazdasági, a társadalmi és immáron az erkölcsi vallási válság is óriási, lép fel az ismeretlenségből, Gileád lakosai közül, ahogy mondja Királyok első könyve 17. fejezete, Illés próféta, és a föllépése is egészen rendkívüli és egészen megrendítő. Így olvashatjuk ezt. És szólt Tesbitész, vagyis a Tisbéből való Illés, a Gileád lakói közül, Akhábnak. Él az Úr, az Izrael Istene, aki előtt állok, hogy ez esztendőkben sem harmat, sem eső nem lesz, hanem csak az én beszédem szerint. Döbbenetes volt ez a fellépés. Hogyan is mondhatott Illés ilyesmit, mire is hivatkozhatott, mire is támaszkodhatott, miféle profécia volt ez, hogy 3,5 évig nem lesz eső és harmat a földön? Illés nem a saját kútfejéből vette ezt, hanem ismerte Mózes könyveit, és ismerte Salamon imáját is. Mindegyikben előforduló kifejezés az, hogy Isten megüzente a zsidó népnek, hogyha a legmélyebb dolgokba mennek bele, vagyis a tudat, a gondolkodás összezavarodásába, akkor Isten figyelmeztető ítéleteket fog küldeni ennek a népnek. Már Mózesnek így hangzott az üzenet, hogy rézzé teszem majd az eget, és vassá a földet, ha olyan isteneket imádtok, akik bálványistenek, akik hamis istenek, de az ókori világban általános volt a teremtett dolgok imádása, ugye esőisten, termékenység, istenek kultusza, és Isten ezt megüzente a népnek, hogy ez összezavarja a gondolkodást, az ember teljesen kifordítja a sarkaiból, és hogyha az egész nép ezt az utat követi, akkor Isten majd figyelmeztető ítéleteket ad, és erre hivatkozott Illés, ezt mondta el a királynak, hogy nem lesz sem eső, sem harmat Izrael földjén, hogy Isten így akarja felrázni
az egész népet, hogy gondolkozzanak, hogy döntsék el, hogy kit akarnak követni, hogyan akarnak élni, milyen életelvek szerint akarják folytatni az életüket. De ahogy ezt Illés elmondta, rögtön távozni is kellett Samáriából, a királyi palotából, mert Akhábnak, a királynak és főleg a feleségének, Jézabelnek a gondolkodás aztán valóban maga volt a merő zűrzavar. Ők nem Isten figyelmeztetésének tulajdonították ezt a szárazságot, hanem Illést okolták azért, hogy elkövetkeztek hetek, hónapok és aztán évek is, és valóban egy szem eső nem esett a földre. Illést üldözni kezdték. Először Isten a Kérit patakjánál rendelt számára búvóhelyet, ott táplálta vízzel, forrásvízzel, és hollók vittek neki reggel és este élelmet. Aztán, amikor kifogyott a víz, akkor egy idegen országba, egy pogány országba, Szidon Száreptájába küldte Illést, ahol egy egyszerű özvegyasszony látta vendégül, és így tudott Illés megmenekülni Akháb vérszomjas tervei elől. Akháb egyébként Jézabellel egyetemben Izrael prófétáit kivégeztette, egyedül egy Abdiás nevű próféta tudott barlangokba elrejteni, mint egy 100 másik prófétát. Illés ugyanis próféta iskolákat is teremtett az országban. A döntő dolog, amiért önöknek felidézem ezt a történetet, azonban ezután jön. Mert 3,5 év után Illés parancsot kapott arról, hogy újra jelenjék meg a király előtt. És ahogy megjelenik a király előtt, a király persze a maga vérszomjas dühével azt mondja a prófétának, hogy Illés, te vagy az Izrael megháborítója. Illés azonban nyugodtan felel, hogy nem én vagyok az Izrael megháborítója, te és a te családod, akik tönkretették ezt az országot anyagilag, szellemileg egyaránt, de én most az Isten tanácsára és parancsára azért jöttem, hogy a 3,5 évi szárazság után, amely sajnos még mindig nem tudta igazán gondolkodásra késztetni az embereket. Ugye ez a figyelmeztető ítélet azért volt, hogy az emberek, mi emberek sajnos természetünknél fogva olyanok vagyunk, hogy a nehézségekben kezdünk el gondolkozni, a csapások, az ínségek ráznak föl bennünket, de az egész népnek még ez is kevés volt, és ezért mondta Illés, hogy gyűjtsd össze, király, a népet a Kármel hegyére, a Kármel észak-nyugat Izraelben hegység, amely szinte a földközi tenger keleti részéből emelkedik ki, egy csodálatos szép hegyvonulat, a Bibliában nagyon sok alkalommal játszik szerepet, és a jelképes nyelvezetben is, például Jelenések könyve 16. fejezetében, és akkor, amikor összegyűjtötte a népet, és érdekes, hogy Akháb engedelmeskedett Illésnek, akkor Illés elment a Kármelre, és a nép előtt és a hamis vallási próféták, a Baál és Asera papok előtt választást ajánlott az embereknek. Azt mondta, mutassunk be mindketten áldozatot. Mutassanak be ezek a Baál papok is áldozatot, akik azt mondják, hogy az eső istenük létezik, és folyamodjanak ő hozzá, és hogyha az áldozatukat megemészti a tűz, akkor valóban létezik ez a Baál isten. Ha viszont az én áldozatomat, az én Illési áldozatomat emészti meg a tűz, akkor mindenki láthatja, hogy csak egy Isten van, nincsenek ezek a bálványistenek, hanem csak az Izrael istene, a Jahve Isten, az Úr az Isten. Ezt a választást ajánlotta Illés a népnek. De mielőtt ezt az áldozatot meghozták volna, szeretném felidézni azt a híres Illési mondást, amit még mondott Illés az összegyülekezett tömeg előtt. És ez a következőképpen hangzik, Királyok első könyve 18. fejezet 21. versében. És odamenvén Illés az egész sokasághoz mondta, meddig sántikáltok két felé? Ha az Úr az Isten, kövessétek őt, ha pedig a Baál, kövessétek azt. És nem felelt néki a nép, csak egy szót sem. Kedves nézőink, a Biblia sok nyomorúságról, sok bűről számol be, és egyszerű hétköznapi tapasztalat, hogy valóban az emberi világunk tele van nyomorúságokkal és bűnökkel. De a Biblia nagyon következetesen, már az ószövetségi prófétáktól kezdve, egészen végig az Új Szövetségen Jelenések könyvéig bezárólag egy különös nagy nyomorúságról is szót ejt. Hogy úgy mondjam, a rossz, a sok rossz mellett van egy legfőbb rossz, egy nagyon nagy rossz. És ezt úgy tudnánk nevezni, hogy a legfőbb rossz a Biblia szerint a jó és rossz dolgoknak az összekeverése.
ezzel lehet nagy tömegeket leginkább elámítani, amikor jó és rossz dolgokat összekevernek. Mert ha valami rossz a maga feketességében, és ha valami jó a maga fehérségében, ez kontrasztot ad, ez könnyen elválasztható. De amikor valami megfoghatatlan szürkességgé vegyítik össze a feketét és a fehéret, akkor az emberek hajlamosak megcsalatni, hajlamosak arra, hogy kövessék ezt az irányzatot, hogy Illés mondta, emberek, hát ha az Isten az Isten, az Izrael Isten, aki Ábrahámot kiválasztotta, aki a népünkkel annyi minden jelet és csodát tett, aki adta a törvényeket, az élet igaz felfogását és tiszteletét, hát ha ez az Isten, akkor őt kellene követni, hogy majd később, több mint 900 évvel ezután mondja Jézus Krisztus, hát az Urat, az Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből, teljes lelkedből, minden erődből kövessed. Hát ha az Úr az Isten, kövessétek őt. Ha viszont a Baál az Isten, akkor kövessétek azt. De összevegyíteni az igaz vallásosságot és a hamis vallásosságot társadalmi méretekben ez a legveszedelmesebb dolog, mert az emberek közül nagyon kevesen gondolkoznak következetesen, nagyon kevesen nézik meg azt, hogy most mi honnan jön és mi minek a jellege, nagyon kevesen tudják szétválasztani az igazat a hamistól. Nagyon érdekes a mondat az Illési felszólítás végén, és nem felelt néki a nép csak egy szót sem. Az emberek csöndben voltak, tanácstalanok voltak, nem tudtak dönteni, választani. Mint majd látni fogjuk, egy pogány világ nagy városában, Ninivében sem tudtak az emberek a jobb és a bal kezük között különbséget tenni. Félelmetes dolog volt ez az Isten népe, Izrael népe körében, hogy maga a zsidó nép sem tudott különbséget tenni, és nem felelt a nép egy szót sem. Nos hát, reggelre járt az idő, és elkezdték a pogány papok bemutatni az áldozataikat, vagyis föltették az áldozati oltára a kiszemelt állatot, és heves taglejtésekkel, énekkel, zenével, majd amikor már erre sem jelent meg a maguk Baál istene, akkor késeik, beretváik elővételével, maguk megmetélésével próbálták ezt az Istent szóra bírni. Eljött a délelőtt, eljött a dél, de semmi nem történt. Jött a délután, hogy elgondolom, hogy a népnek is, az Izrael népének is milyen nagy tehertételt jelentett ennek az egész pogány vallási ceremóniának a nyomon követése. Nagy dolog volt persze a 3,5 éves szárazság, megrázó, félelmetes dolog, de azt hiszem, hogy a hamis vallásosság külső megnyilvánulásai és ezeknek a végigkövetése nem kevésbé félelmetes dolog. Eljött az esti áldozás ideje is, és semmi nem történt. Ekkor Illés lépett fel a maga oltárához és a maga áldozatához. Így olvasom ezt az idézett fejezet 36. versétől. És mikor eljött az esteli áldozás ideje, odalépett Illés próféta és mondta, ó Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, hadd ismerjék meg-e mai napon, hogy te vagy Isten az Izraelben, és hogy én a te szolgád vagyok, és hogy mindezeket a te parancsolatodból cselekedtem. Hallgass meg engem, Uram, hallgass meg engem, hogy tudja meg a nép, hogy te az Úr vagy az Isten, és te fordítod vissza az ő szívüket. Akkor alászállt az Úr tüze, és megemésztette az égő áldozatot, a fát, a köveket és a port, és felnyalta a vizet, amely az árokban volt. Mikor ezt látta, az egész sokaság arcra borult, és mondta, az Úr az Isten, az Úr az Isten. Ezzel vette kezdetét egy hatalmas reformáció Izrael népe történetében. Ezt a reformációt Illés indította meg. Ennek a reformációnak volt a közvetlen továbbvivője Elizeus, a következő próféta. Innen indult el a hatalmas reformáció a 800-as évek derekán, amikor nagy embertömegek az átélt nehézségek hatására és a Kármelhegyi szellemi-lelki összecsapás hatására kezdték látni azt, hogy ki az Isten, hogy mit kíván az Isten, és elkezdtek gondolkozni azon, hogy Isten kövessék-e, vagy pedig
a Baál papokat kövessék. Mindenesetre a nép haragja akkora volt, hogy a 450 Baál papot azon nyomban ott megölették illéssel. Amikor Jézabel, a királynő ezt eszébe vette, bosszút forralt Illés ellen, és azt üzente a prófétának, hogy ő is rögtön végezni fog az életével. Illésnek el kellett menekülnie, illetve talán nem kellett volna menekülnie, de Illés ennek a fenyegetésnek a hatására egy kissé megijedt, és nagyon messze az északi ország részből egészen Hóreb hegyéig, a Mózesi hegyhez, ahol Isten egykor átadta a 10 parancsolatot, menekült. Nem tartozhat ez már a mai előadásunknak a történetébe, ez a jelenet, Illésnek a meggyengülése, Illésnek a belefáradása ebbe a hatalmas munkába. Mendelssohn, a nagy zeneszerző, akinek nagyapja Mózes Mendelssohn, a 18. század egyik leghíresebb személyisége volt. Szóval Félix Mendelssohn Bartholdy csodálatos nagy oratóriumban örökítette meg Illés élettörténetét. Csodálatos az összecsapás, a Baál papok kujjongatása és Illés egyszerű imájának zenei kifejezése, valami egészen rendkívüli a zenetörténetben, de ugyanilyen rendkívüli az Illésnek a megrendülése, az Esis Genug tétel, az Illésnek a belefáradása, amire az Úr azonban csendesen, nyugodtan válaszolt, odaállította Illést a Hóreb hegyére, és jött először szélvész, földrengés, tűz, de ezekben nem volt ott az Isten, hanem egy szelíd és csendes hang hallatszott. Ezzel akarta Isten tudomására hozni Illésnek, hogy a reformáció áttörést hozott létre, de most már a Szentléleknek a szelíd csendes munkája következik az emberek szívébe. Milyen érdekes volt Istennek a válasza Illés kesergésére. Illés azt mondta, hogy Uram, egyedül maradtam, nem kell az Isten az embereknek, nem kell ezt te az embereknek. És akkor az Isten azt mondta, hogy én látom, hogy mi van az emberekben. Még több ezer, 7000 embert meghagytam, akik nem hajtottak fejet a Baálnak. Nos hát, kedves nézőink, ez az illési reformáció fölveti azt a kérdést, amit így szoktak mondani a kereszténység történetében is, hogy az egyháznak mindig reformációra van szüksége. Nem lehet két úrnak szolgálni, nem lehet a hatalomnak és a pénznek szolgálni, és nem lehet lelki dolgoknak egyszerre szolgálni, vagy az egyik, vagy a másik. Sokan gondolkoznak el azon, és a befejező vers szerzője Illés Gyula is ezen gondolkozott el, hogy vajon vezettek-e a kereszténység történelmében, mert itt is reformációkra volt szükség, ezek a reformációk valamire is. Például a mögöttünk levő utolsó nagy reformáció, a 16. századi reformáció, figyeljék meg Illés nagy versét. És először talán nemet mond, és azt mondja, hogy ezek a reformációk, hát mire vezettek? Csak pár évtizedig, egy nemzedéknyi életöltőig vezettek valamire. De aztán a versben felülkerekedik egy másik hullám, egy másik logika, hogy e reformációk nélkül viszont talán nem is értük volna meg a mát, és nem is érnénk meg a holnapot. És Gyula nagy verse a reformáció genfi emlékműve előtt. Illés Gyula, a reformáció genfi emlékműve előtt. 143-at léptem. Ez a hossza az emlékműnek. Hírnök, ki megölt milliók végső tisztelgését hozza, úgy mentem el a szoborsor előtt. Calvin, Knox, Farel, Béza, s Bikafővel a hadra kelt hét zord hadnagyai, a Vilmosok, és Coligny, és Cromwell, ők néztek rám, s a Szabjács bocskai. Hátrálnom kellett közelükből. Mindet nem fogta össze, csak messzibb tekintett. Fölhúzott a kert felé, a fákig, s lelkemben is hűs tárgyilagosságig. S most, mintha ők álltak volna kaszárnya számadáson az én szemem előtt, feszesen, katonásan, kilépvén éppen akkor a hátterül kapott nagy sziklafalból, s abból a másik, épp oly teli tömbből, a mögéjük kövesedett időből.
addig jöhettek maguk is meretkövek a napfényben, hol nem lehet szavuk már. Szavuk immár csak a tett, mely idővel ad magyarázatot. Holtak, vigyázban állók, szóljatok! Vagy előbb én beszélhetek? Kik ott álltatok, nem tehetve másképp, mert ez vagy az, de megalkuvás nincsen, mert a langyosat kiköpi az Isten, kik után tárgyként maradt fönn a szándék. Mennyi az igazság még öklötökben, mely négy százada oly nagy esküt markolt, mely kőbes öröklétbe görcsösötten tartja ma is a Bibliát s a kardot? Mit adott, melyre fölgerjedt szerelmes dühével törtetek a cél, ahogy elértétek? Ti kérditek, s ha nem lesz örömötökre meghallanotok, elmondom, épp mert nékem is keserves. Áltatok, égve az Úr igazától, állt szemközt épp oly tűzzel teli tábor, aztán dönteni kezdett ezred egyszer az ész helyett, a fegyver s a láng, hogy várja öröküdva lelket, rángtak milliószám kínban a testek, csatamezőn, bitófán, vérpadon, karon, keréken, meg a fájdalomszerzés új mestergépein, növesztett egymással szemben erdőnyi keresztet, Jézus példája végig Európán, égtek, hogy égjen itt a kép s a bálvány, ott a család, könyv, városok és falvak, hol újra emberhúst faltak a fél vagy zsoldosok, eladdig, míg tűz a tűzzel, nem állt egymással szemben bűn a bűnnel, eladdig, míg nem jött a győzelem. Az idő okosan, türelmesen, s némi humorral. A kétféle had és hitvárai szemközt állnak ma is, az én hazámban is. A zordon fehér falu, s aranycifrázt a templom vén tornyai még ágyuként vitáznak minden beharangozáskor. Vasárnap papjaik bent még ősi mód dörögnek, de kijövet az utcán átköszönnek, s újjon mutatják, hogy hány órakor, s kinél lesz ferblikőr, vagy harcsators, egy kis ital. Szép, magam is helyeslem. Ha pap vagyok, magam is így cselekszem. Értsük meg egymást. De nem volt nagy ár, mégis. A 30 évi dökhalál, Dobinyé dühe, Kolínyi halála, Szent Bertalan bosszútlan éjszakája, fél Németország, a kettétörött Európa, s hogy itt volt a török 150 évig és a mi hazánk. Ez lett a győzelem. Ezt küldte ránk Isten azzal, hogy napként kimutatta, nem érte folyt a harc, hanem miatta. Ilyen volt, mit díjul szánt a jövő. Mert volt-e vajon győztes, kit nem ő rendelt eleve győzni? Győztetek, maga a sátán győzött veletek, balekok voltatok mind, hátraarc, nincs jogotok egy lépés sem előre, törlődjetek be kőbe és időbe, elveszett eleve a harc. Mondtam keményen, mint aki magára támad először is az igazával, majd megbuktatok. A haddal simára törölt kontinens, e fekete tábla közepére míratott eredmény, egy betű, egy már tréfának sem új buta betű, s az is csak magyarul. Miért több a keresztjén, mint a keresztény? Értelmet annyi millió halott véréből ennyit párolhattatok, midőn feledve kinek mi a dolga, karddal csaptatok ti is a csomóba, a föladatba, mely épp a kötés kibogozásával szép és merész, ez az eredmény.
És ha ez sem volna, gondolt bennem is, ahogy várható volt, a túlsó torony az innen valóra, és attól fogva mind a kettő bongott, s kelt ezredszer is, alig finomodva, bennem a két ős ádáz szóbirokra. A mindig úrhitű tolnai pásztor, s a csupadac sárréti prédikátor. Mert mi szorította kézbe a fegyvert? Nem a rossz ellen támadt, aki felkelt. S ha annyi sem lett volna harc, ha szótlan hal el a hit a római mocsokban, ha arra tart eszmes világ, amerre a tiarás templomkufár vezette, ha nincs ki a bűnnek ellenszegül, s ha úgy fordul hát reménytelenül, de csak annál szebb önfeláldozáskép odavágja, hogy nem tehettem másképp, ma hol vagyunk? Akkor tán elmarad a kín, a vér, akkor nincs áldozat, nincs inkvizíció. Ha, bár hiába, Gustav Adolf nem ül harci lovára, s jobbágy iga helyett nem vágynak inkább fegyvert ölteni a toulouse-i tiszták, valdeusok, husziták, bocskai írást imád se tudó hajdui, hiszed, hogy volna béke, olyan bár, amilyet az imént lemosolyogtál? Hiszed, hogy volna olyan, amilyen magyarság, ha nincs Calvin? Nem hiszem. Vagy mást mondok. Szobádban volna villany, ha nem lép Giordano Bruno a tűzbe. Hol kezdődött, hogy atomerő is van, s holnap rakétán röpülsz ki az űrbe? Övék az érdem, kiket sem a gája nem riaszthatott vissza, sem a mágia, sem harcaik bukása, a léptenként fölmeredő hiába. Látták vagy nem a céljuk, azt jól látták, hogy nincs visszafelé út. A múlt, ahogy füst vette, összeomlott, úgy lökte őket, mint lőpor az olmot előre. És ők vállalták-e harcot? Mondd hát velem, hogy dicsőségre álljuk. Álltam némán, hírhozó katonájuk, már azt forgatva, hogy én mit kapok, nem is őtőlük magyarázatot, a tettektől, melyek akár a gyermek magukért csak felnőtt sorban felelnek. Végül ezt mondtam önvégasztalásképp. Volt bárkié a szándék, maga az Isten se tudhatta másképp.